Mestereket avattak a Pécsi Iparkamarában, az országban elsőként csütörtökön. 24 pincér és 30 szakács kapta meg a mesteroklevelet. A képzéseket a hazai szakmai elit tagjai tartották a jelölteknek 180 órában. A szeptembertől induló tanévben a jogszabály szerint csak mestervizsgával rendelkező oktatóval vehetnek részt a szakmunkás tanulók gyakorlati képzésén a cégek. A pincéreknek a kultúrája, a kiszolgálása, a hozzáállása, a vendégszeretete az párját ütköző, azt higgyék el, Európában nagyon kevés hely van, ahol ilyen módon tudják kiszolgálni a vendégeket, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kapocs lehet a pincérnek a hozzáállása a mesterszakács, a séf és a vendég között. Ők azok, akik ezt a kapcsolatot meg tudják teremteni, és ők azok, akik jó hírünket tudják vinni. Úgyhogy én a magam részéről kifejezetten örülök, hogy ez a pincérmester képzés most már Baranyába is eljutott, és azzal a gondolattal szeretném befejezni ezt a kis köszöntőt, hogy remélem, hogy ez a közel 300 ember, aki elvégzi ezt a tanfolyamat, ezt az oktatást, az megtalálja majd a számítását a saját szakmáján belül.